Sziasztok! Biztosan hallottátok már, mert már egy korábbi videóban is beszéltem róla, és a Facebookon, Instagramon is szoktam erről beszélni, hogy 20 kilót fogytam nemrég, hát az elmúlt jó pár hónapban, a Luxolya termékcsalád segítségével, illetve a Luxolya program segítségével. Hogyha többet is szeretnétek megtudni erről a programról, akkor ebben a videóban is erről fogunk beszélni, és már egy korábbi videóban is beszéltünk, sőt a Luxoljának van egy zárt Facebook csoportja is, ahová ha csatlakoztok, akkor ott osztunk meg igazából minden fontos információt erről az egész életmódváltó programról, mert hogy ez az tulajdonképpen. Ez a videó, amit most láttok, ez tulajdonképpen egy élő videó. Nem most élő, hanem ez a múlt héten történt, ez az élőzés gyakorlatilag Jákob Zolival, a nagyő Jákob Zolival, tudjátok, aki ennek az egész programnak a kitalálója a csapatával együtt. És ebben az élőben beszéltünk nagyon-nagyon sok érdekes dologról, és hát amilyen az élő szokott lenni, hát elég viccesre is sikeredett néhány helyzet, hogyha most velünk tartotok, akkor ennek ti is tanúi lehettek, mert hát az élő az már csak egy olyan műfaj, hogy közben előfordulnak váratlan dolgok. Így is történt ebben a videóban is. Minden héten fogunk élőben jelentkezni Zolival, mindig beszámolunk majd az újdonságokról, vagy ha éppen Zoli nem ér rá, akkor én fogok jelentkezni, mindenféle újdonsággal, és természetesen a kérdéseitekre is válaszolunk. Ezért, ha gondoljátok, akkor lépjetek be a Luxolya zárt Facebook csoportjába. Minden linket megosztok majd itt alul, a videó alatt. Mert egy idő után igazából ebben a Luxolya csoportban fogunk minden újdonságról, eseményről beszámolni. Szóval akkor fogadjátok most szeretettel ezt a kis álélő videót, ami a múlt héten volt élő, most nem az, de ettől még a hangulata olyan lesz. Na, élő indítás. Sziasztok! Mindenkit Sziasztok. Szeretettel üdvözlünk. Hello! Hűha! Nálam a 3000-en vagyunk, itt vagyunk. Az elég gyorsan összejött. Az elég gyorsan összejött. Na, sziasztok! Szép Na, estét sziasztok. Mindenkinek! Na, Mónival főzni fogunk. Sziasztok! Ezt még most nem teszik ide. Főzni fogunk Mónival. Négyféle dolgot főzünk. És megmutatjuk a főző tehetségünket, és teszteljük az ízeket, és megmutatjuk, hogy szoktunk mi így esténként főzögetni. Főzőcskézni, így van. Konyhai tudományunkat bemutatjuk itt meg hirtelen. 7000-en vagyunk. 7000-en? Aha. Aztán! Nem lesz profi, amit főzünk, mert mindig el szoktuk rontani valamit. De Mónikának jó, nagyon jól áll, hogyha elront valamit egyébként, mert a Mónika az régen is ügyes volt, most is ügyes. De én már kezdem is. Féltem, hogy ettől mi lesz. Féltem, hogy ennek a mondatnak négy dolgot mutatunk nektek, hogy mit főzünk. Fogunk főzni rostpudingot, fehérjét. Illetve ízpróbát csinálunk. Mi lenne, ha ízpróbát csinálnánk? Ízpróbát. Itt van a fehérje, nézd. És ez most ilyen... Ez a rost, ez a fehérje. Ez a kedvencem. Fehérje. Tudunk ilyen ízpróbát csinálni. Kirántjuk, csukott szemmel kivesszük. Hogy húzunk egy ízt. Na. Oké, okay, jó. Egyébként... De ezt mutassuk ezt a dobozt, mert ez az én személyes kedvencem, ha elfogadtok. Ebben van 7 féle íz, és a 7 féle ízből mindenki húzhat egy ízt, és amelyiket húzza, azt iszza. Na tessék. Húzz egy ízt. Amit húzott, amit szakított, azt szagol. Ez az enyém. Megnézhetem, vagy majd... Megnézheted. Ez a kedvencem! Ez a dupla csokis. Mondjuk mindegyikre ezt fogom mondani, de ezt szoktam, képzeljétek, az enyém meg este. Strawberry, fehér csoki. Ez a kedvencem. Én gyerek. Ezt szoktam este, mert az anyukám, amikor kislány voltam, minden este kakaót adott nekem. És nekem ez azt az ízt idézi fel. Ezt tudtad? Ezt mondtam már neked? Hogy? Hogy anyukám kakaóját felidézted ezzel? Gyerek, meg nem mondtad sose. De pedig így van. Azt a kakaót, amit kislányként kaptam, azt ez az íz teljesen hozza. Komolyan. Tényleg. Örülök, hogy legalább valamit tettem. Na nézzük, egy férfi, meg okay. Egy női keverő edény. Vagy ez egy dupla csokis. Ez már ki van mérve előre egyébként. Mert ezek a proteinek, ezek ilyen nagyba is vannak, de ilyen kicsibe is van. Ha jól emlékszem, ez ilyen 900 forint körül van egy. Igen. És nekem azért, bocsánat, közben meghatod? Persze. Hogy nekem várj, azért kell... Várjál, a vizet kell vele tenni? De eleve a vizet. Hozok vizet. Igen. Én nekem mindegy a sorrend. Mindenhogy összekeveredik, nagyon jól összekeveredik. Én egyébként azért ajánlom ezt kipróbálásra, ha gondoljátok. Nekem ez volt az első termék gyakorlatilag, amit kipróbáltam, ez. Mert ugye
ebben egyrészt mind a hét íz benne van, amit Zoli mondott, másrészt pedig, ha elutaztok, már pedig elég gyakran utazgatunk jobbra-balra, ez abszolút praktikus, mert ugye ilyen egyes kiszerelés, és opa! Tegnap találkoztam ezzel a vizes emberrel. Egyes kiszerelés, és nem kell az egészet. Egy partén. A keverés jövend itt van, 30 g-hoz kell 2,5 deci víz. És aki jobb ízt választott, az mit nyer? Szerintem nem, ilyen verseny nincs, hogy jobb vagy nem jobb, mert mindegyik jó. Képzeld el, hogy mutassam, hogy itt mi nem ketten vagyunk az asztalnál, megmutassam. Mutass. Ide jössz! Lini! Hát most elszaladt. Pedig szerettem volna, hogy gyere már, Lini! Ez a debütálásod. Na gyere, kis kutya. Ja, jó. Okay. Na, inkább azon versenyezünk, hogy ki tud jobban mixelni. Okay. Mixer szerettem volna lenni. Nem már. Hát amikor még volt jó, a Tom Cruise-nak az a Cocktail című filmje, nem tudom, 80-as években, akkor én már éltem. Sajnos, de... Na, egy női szerintem kupok. Szerintem az embereknek nincs koruk, úgyhogy egy ezt hagyjuk már. Kupok. És hol vannak a kis kupakok? Igaz, hogy nincs. Ugye, hogy nincs? Hol vannak? Egyébként 5 kamera van előttünk. 5. Úgyhogy nagyon szuperszónikusak vagyunk. Hova tetted a kis kupakokat? Én direkt eldugtam, hogy megint? Probléma legyen belőle. De hogy is. Kutya elvitte. Lini. Na jól van. Jó, semmi baj, így is lehet. Nézd. De nem áll. Hát azt mondtad, mixer hát akartál lenni, akkor vezess belő a tudományodat. Hát de itt voltak a kis kupakok. Lepe? Én voltam. Én voltam. Hát. Nem én voltam. Tudjátok, mióta készültünk erre az élőre? Itt kaparáztunk össze mindent, hogy minden kész legyen. Ezek szerint mi is. Hú, de jó, ügyes. Tessék. Köszönöm. Na, onnan lehet tudni, hogy kirázt össze jobban, hogy ahányat pörög a levegőbe. Egy. Júj, és ez nem folyik? Nem, csak hogy egy kicsit a hányat pörög. Tényleg leverem az összes terület. Most jön a három pörgetés. És ha szép fröcskölődik itt az egész az asztala. Na, gyere, hozzunk poharat, adsz poharat. Tessék, melyiket kéred? Kicsit, nagyot? Nagyot? Tessék. Jó. Na, a fehérjét miért isszuk? Azért isszuk a fehérjét, mert nem akarunk szénhidrátot enni, meg nem akarunk zsírt enni, viszont fehérjét az kell. A három közül a fehérje a legkedvesebb nekünk. Igen. És ezért fehérjét iszunk. Van egy ilyen programunk, egy az úgynevezett Way of Life életmódváltó program, ahol kerüljük a szénhidrátot és a túl sok zsírt, túl sok szénhidrát, túl sok zsírt, és fehérjét eszünk, iszunk, Isten, és mulatunk. Így van. Nézd meg, hogy a tetején, ez látszik? Megborítom? Látszik, mert itt az oldal ki fogod borítani erre a szitasztal. De hogy ebben igazi eperdarabok vannak. Igazi eper van. Hol van, amit csináltak? Ez meg anyukám kakaója. Anyukám, ha nézel minket, fehér csoki és igazi eper. Ez az eper, kakaó. Az ez. És az olyan eper. Ki, anyukád vagy nagyon vagy? Anyukám, anyukád. Isten, Isten. Mester. Jobban szeretem a gyümölcsös ízeket, úgyhogy én nekem már olyan, van. Mint a kakaó, gyerekkorom kakaója, komolyan mondom. Úgyhogy ez nagyon jó. Én szoktam ezt reggelire fogyasztani, nagyon szeretem, meg néha vacsorára. Én meg akkor, amikor edzek, és akkor utána kell valami energia a szervezetemnek, hogy ne épüljön le az izmom, igaz? Gyere ide, Lini! Nem akarom, hogy leépüljön az izmom, akkor kell fehérje, különben elég az izmas. Igen. Szóval azt mondja a szakértő, a luxusolaj szakértője, hogy ha nem akarunk izmot veszíteni a fogyás során, akkor a fehérjét pótolnunk kell. Mert egyébként elképesztően sok fehérjére van szükségünk, ugye? Tessúly, azt mondja a luxusolaj szakértője, hogy tessúly kilogrammonként 1,2 grammra. Tehát, hogy az nem kevés. Úgyhogy igyekeznünk kell, hogy ne az izmainkat fogyasszuk el, hanem a zsírt, mert attól akarunk megszabadulni. Úgyhogy fehérjézünk, ez állateredetű, ez teljes hófehérje, de majd jönni fognak a zöldek, egy hét múlva a rostpudingba, két hét múlva pedig fehérjébe, azok a vegánok, aki érzékeny mondjuk a tejre. Na most, jön a következő teszt. Szia, Zoli! Na, nézzünk valamit.
Együtt igen. vagytok? Igen, nézzétek, itt vagyunk itt együtt. Itt vagyunk együtt. Együtt vagyunk. Moli hol van? Moli? Moli itt ül Moli. A kanapén. Nincs itt. Moli nincs itt. Nincs itt, Moli. Nincs itt. Lini, gyere már ide. Lilike, Mónika gyere. Mennyit fogyott? Mónika gyere. 20 kilót fogyott. Én 20 kilót. Férj és feleség vagytok, Mónika? Gyere ide, Lini, gyere ide. Ezt most kirejtetted. Azt mondja, Jákob Zoli is a tűzfüles. Nézzétek ezt a csodaszép kutyus. Zoli, kaphatok? Hogy szia, Lili. Igen. Jaj, el akar menni. Mikor jössz? Mi? Hova? Zoli, kicsit a Lilinek adjál meg. Kapcsolatban úgy értjük, hogy kapcsolatban vagyunk-e? Hát elég minden jó kapcsolatunk nap. Van. Minden nap? Jaj, Lini. Lini azt mondja, sziasztok, itt van Lini. Lini, kell nézni. Ott a világhír. Itt van Lini. A... Ott vár a világhír. Aki még nem kóstolta sem a rozspudingot, sem a fehérjét. És nem is érdekli ez az egész, inkább megy játszani. Na most este van, és mi bűnözni akarunk este. Bizonyá. Akkor azt akarjuk, hogy eltelítődjön a hasunk, tehát tele legyen a hasunk, és jó megduzzadjon benne valami, akkor... És édességre vágyunk. Édességre vágyunk. Akkor rost pudingot eszünk. Ebben is gyümölcsdarabok vannak, ez is ilyen kínálós dologban van. Ezt is egyébként meg lehet venni. Ennek, ebben kettő van darabunk, ez kb. 1000 forint egy ilyen, a webáruházban. Ez kihúzom, tök jó. Nézd? Így. Úgy kijön. Így ki lehet húzni. Na most te húzzál. Húzok, jó. De ezt nem tudom összekeverni. Külön is. Húz. Akkor azt húzod, ami most jön. Akkor azt húzom. Akkor nem kell becsukni a szemet. Ja, két egyforma jön egymás, utána már kettő van. De itt van egy csomó másfajta. Itt van csokoládé és mogyorós. Jöjj, kókusz. És az ananászos, ananász. Ez pedig a, ugye a medgyes. És akkor van még minden. És van még bogyós gyümölcsös is. Igen. Na jó, figyelj, jó, én mivel, hogy én a gyümölcsöt szeretem, én ezt a medgyeset akarok. Medgyeset. Én megkóstolhatom a kakaósat, vagy ne azt kóstoljam? Hát mert anyukádból kiindulva. Azt kóstoljam? Persze. De hát amit szeretem, szeretnél. Azt szeretem, amikor nosztalgiázom mellettem. Jó, a jó, akkor ez lesz megint. Ez nagyon finom, ez olyan, mint a magyaros csoki. Az a lényeg, hogy mi nem tejjel esszük ezeket, nem. Mert vízzel is finom. Én régen, mikor kezdtem ezt az egész fejlesztést, a luxolyát, akkor kóstoltam nagyon sok fehérjét, és hát eleinte tejjel tudtam csak őket inni, mert nem volt túl jó ízük, és aztán sikerült olyat kifejleszteni, ami vízzel is finom. Ez így van. Szóval az a lényeg, hogy vízzel kevesebb tej van benne, mint a tejjel csinálod. Kevesebb kalória is, igen, kalória nagyon jó vízzel meg is. Meg zsír is. Szóval. És ez azért jó, én azért örülök neki, bocsánat, hogy vízzel is lehet, mert ha nem vagytok otthon, ha elmentek valahová, és ott oda viszitek ezeket az egyadagosokat, akkor nem kell, hogy tej legyen nálatok, mert víz azért nagyjából mindenhol. És azt na el tudjátok készíteni. Mennyi víz kell bele? 150 milli. Jó, kapsz 150-et. Ezt most nem sékerezzük meg, mert... Nem kell, jó. Itt is, ezt össze lehet keverni itt is, így. Ez 200 lesz, kicsit hígabb lesz. Jó lesz, az nem baj. Az úgy is felszívja egyébként. Jó lesz. És nagyon macerás az elkészítése, mert csak össze kell keverni gyakorlatilag, és akkor egy icipicit állni hagyjuk, hogy megszívják a rostok, magukba szívják azt a vizet. Lehet látni? Hogy valahol lehet látni valamelyik kamerából? Hogy mennyire hogy sok benne ezek a piros, kis gyümölcs darab. Gyümölcsös. Ez a csokis. Ez igazi gyümölcs van. Minden kamerába mutasd, oda is kerül, oda is. Oda. Ja, ott is egy kamera. Ott is öt kamerák van. Ja, azaz, köszönjük szépen. Na most a rostpudingnak az a lényege, amit Mónika kitalált benne, meg felfedezte benne, hogy... Ja. Melyik mesét szereted? A Mátyás király meséjét, tudjátok, azt már meséltem a live-ban, tudjátok, van egy olyan mese, de most megnézem, hogy melyik az a mese, amikor tudjátok, a király elé járul az egyszerű leány, és az a feladata, hogy gyalog is menjen meg ne is, vigyen is ajándékot meg ne is, és legyen, ez már egy kicsit, legyen is felöltözve, meg nem igen, is. Így van, legyen és ez 18-as karika, és amikor ezt megkérdezték a lányt, mondani. Én a lényeget azért megjegyeztem, igen? Akkor megkérdezték a lányt, hogy miért a csúnyábbik felét takarta el. Tudjuk, hogy nem tudjuk kinek melyik nem a csúnyábbik. Nem úgy volt, hogy így takarta el, így nem. Felébe? Eltakarta a csúnyábbik felét, ott alul,
És azt mondta, hogy azért, mert azt az Isten adta, ezt meg ő nevelgette, és, és én növesztettem büszke. Magamnak, igen, erre ezt büszke. Mondta, én növesztettem szóval magamnak. Érdemes népmeséket nézni, hogyha ezen növünk föl, akkor egész jó lesz a fantáziánk. A felnőtt korban a 18 karékben. Az biztos, de ezt értem, Zoli, hogy miért ez a rész ragadta meg a fantáziát, de nem ez a lényege ám, nézd, hanem az a lényege, hogy azt mondta neki a király, igen, most már nagyon jó, hogy hozzon is ajándékot, meg ne is. Az a lényeg, hogy ezzel a pudinggal esztek is valamit, meg nem is. Mert ugye megeszitek, a gyomrotokban ugye megduzzad, mert magába szívja a sok rost a vizet, és abszolút eltelít. Tehát egy azonnali jól lakottságot eredményez, miközben a rostok nem szívódnak fel. Tehát nem tudjuk őket megemészteni, ezért távoznak. Ezért ettünk is, meg nem is. Tehát nagyon kevés kalóriát. Másnap távoznak, nem? Másnap távoznak, és nem. Engedem, hagyd menjen. Engedem. Ez jó. Reméljük, hogy az előadó nem sértődik meg, de szerintem már ezzel sokat viccelődtek. Jól van. Jó. Tudod mit? Nézem a bőrödet, szép, sima. Nem kóstoltam ezt a magyaros csokit? Nagyon finom. Ja, most már... Jó, de most már kezdve... Majdnem letelt az 5 perc, és most már jó sűrű, ez most már puding. Ez most már teljesen jó, most már pudingos. Én azt csinálnám erre a csokira, hogy este, mikor nutellára vágyok, oda megyek, azt ráírom, hogy nutella, és... Jó. Kanála is, hogy lásd. Figyelj, most beleszek az ő kanálával, össze fog érni a kanalunk. Ez milyen ropogós. Nagyon jó, mint a magyaros csoki. Komolyan. Na, milyen. Szóval ebben igazi csoki darabok vannak, ebben igazi eper. Kollagén. Ugye nem eszünk ilyen nyesedékes, meg mocsingos dolgokat, ezért nem viszünk be elég kollagént, és fiatal korban még a szervezetünk termeli, utána már nem. Ahogy idősödünk, 20 fölött már, ilyen idősebb korban, mint mi is, éppen 20 fölött. Pótoljuk a bevitelt, és ezt most akkor ki is próbáljuk. Bizony, olyan kollagén ez, hogy ez hidrolizált kollagén, az olyan, hogy előre van, mint előre lenne emésztve. Mint ahogy nekem a nagymamám előre megrágta, amikor nagyon picik voltok és még nem volt fogunk, előre megrágta a kaját. Na ez előre van emésztve. Sokkal jobban... föl tud szívodni. Tehát jobban kifejti a hatását az a kollagén, ami hidrolizálva van. Melyiket szeretnéd meg? Van belőle dinnyés szőlős. Én a dinnyés szőlős szeretem. Itt van a dinnyés szőlős, a másik az ananászos. Nekem mind a kettő jön. Nyilván az adagolás. 4,5 deci. Így van. A 9 decibel, nem is fél bele. Akkor egyet csináljunk ketten. Egyet. Jó, akkor jó lesz a mindegy melyik. Na most a kollagéneknek az íze. Ugye mi az ízekre mentünk rá. Ezeket az ízeket íz szakértő választotta. Úgy nevezik, hogy érzékszervi szakértő. És ez egy országosan elismert valaki, egy barátom, Demeter Attila, és ő választotta ki az ízeket, és olyan ízeket választott, hogy ugye a fehérjéknél is vannak nagy szórások az ízbe, de kollagénnél, mert vannak olyan kollagének, amik egészen rossz ízűek, én kóstoltam olyanokat, és mert én nem akartam inni, úgyhogy ez most nem olyan. És mondjátok, meséljetek magatokról valami. A görög dinnyés a kedvenced? És képzeld el, én is nagyon szeretem a görög dinnyéset. Először, mikor megkóstoltam őket, akkor az ananászos volt a kedvencem, de utána rájöttem, hogy mind a kettő. És a dinnyés is. Na, hoztam egy másik vizet, ezzel a vizes emberrel sajnos nem vacsoráztam együtt tegnap. Elég messziről van. Na, akkor 4,5 deci. Én tele szoktam tenni ezt a shaker. Mindig, amikor indulok valahova, most is van a kocsiban, beledobok egy ilyen kollagénitalt föl vízzel, és azt iszogatom menet közben. Na most... Oda vágod az asztalhoz, és minden fröccsen szana szép. Próbáljuk ki, és a szép pulcsimat összekened, meg a tiédet is. Valami jó menő, luxi. Na, akkor meg most tudjuk. Ekkora logó, meg bizony. Itt vannak poharak, sép. Akkor válaszoljuk néhány kérdésre. Jákob úr, önnek a sajátotok mit? Móni, te vagy a legjobb. Na, hallod, de Móni? De aranyosak vagytok, és nagyon szeretlek titeket. Kaphatok egy új telefon. Együtt vagytok? Hát, ha találkoztok Zolival. Igen, szoktunk. Most is van a kocsimban 3 telefon. 3 iPhone. Mi motivál? Hogy mi motivált? Hogy engem mi motivált? Az volt a kérdés.
Hát az elég egyértelmű. Spirulinát, 20 kiló azért az elég durva. Jó fej rendőrök, olyan gyorsan mennek az üzenetek, nagyon, hogy nem tudom látni. Túlsúlyos fiú vagyok. Szlovákiába fogsz-e menni? Van egy barátom, egy új barátom, a Karacsi, aki a Fogyunk Együtt Egymásért Egyesületnek a vezetője, és ő túlsúlyosokkal foglalkozik, de nem csak étrenddel, hanem mentálisan is segítik egymást. És ott voltam, és most arról majd fogok kitenni videókat. Már tettem is ki két lányról, akik túlsúlyosak voltak, az egyikük már nagyon sokat fogyott, a másik az elindult a fogyás útján, de érdemes ilyen csapathoz csatlakozni, mint például a Fogyunk Együtt Egymásért Egyesület, ezt megtaláljátok a TikTokon, meg itt ott. Mert ők mentálisan, egy ilyen táborban voltam, ahol 50-en voltak, volt, aki 200 kiló volt, volt, aki 200 fölül fogyott le 100 körülire. Azta! És így egymást támogatják, és olyan közegben vannak, ahol megértik egymást. És tudjuk mi is támogatni őket, ilyen ételekkel, étrendkiegészítőkkel, meg a Karcsi az pedig azzal, hogy ő maga is nagyon sokat fogyott, és ő egy ilyen lelkisegítő. Na, kóstoljuk meg ezt! Szuper! És a Luxolja Facebook csoportjához csatlakozzatok, hogyha gondoljátok. Most az egyik élő az a Luxolja csoportjában megy, és puszi nektek, mert ti már csatlakoztatok, nektek is, mindenkinek puszi természetesen. Csak azt tervezzük, hogy idővel majd csak a Luxolja csoportban fogunk minden információt megosztani, tehát azért lenne jó, hogyha ott mind együtt lennénk. Igen, tehát akik, most az én élő TikTokom is itt van előttünk, őket is köszöntöm, 4000-en vannak, és imádom őket, és 1 millió követőm van, és egy ilyen jó érzés az, hogy ennyien követtek és érdekel titeket, amiket kiteszek, mert régebben nagyon kevés dolgot tettem ki magamról, és most egyre nyíltabb vagyok, mert kapom a biztatásokat és a pozitív visszacsatolásokat, és ez jól esik. Bizony. Úgyhogy bizony. Örülök. Ezt nem tudtam elmondani az 1 milliós követős videón Balin, mert ott bali nyelven kellett ünnepelnem, de most akkor ezt is elmondtam. Na, akkor most megünnepeljük. Meg. Isten, Isten, csin-csin. Ez nagyon finom, ez az áfonyás. Nem, áfonyás, elnyem el. Aranászos. Az a helyzet, hogy a kollagének közt nagyon nagy a különbség ízre, és nagyon nehéz. Ez az ízszakértőnk, ez nagyon sokat dolgozott ezeken az ízeken. Ezért kell, hogy megkóstoljátok, és például 700 forintért van a webáruházban egy ilyen zacskó, és meg tudod kóstolni mind a két ízt, hogyha rendelsz belőle. Csak mondom a jövőt, és akkor utána egy hét múlva jön a lesz most vegán rossz puding, két hét múlva jönnek a vegán fehérjék, ez még nem az, vegán fehérjék. A Peti járja az országot, a Peti barátom, akivel a jótékonykodást is csináljuk együtt, az én Jákob Alapítvány oldalamon, és pörgeti a szerencsekereket, és mindenféle luxusajándékokat ad, amellett egy Spirit Wellness hétvégét is kisorsol, amiből azt hiszem, hogy 3-szor vagy 4-szer volt, és már 3 wellness hétvégét. Az már elment? Ja, láttam, de nem, láttam, de hogy milyen boldogok, amikor megnyerik. 340 ezer forint érték, ilyen love hétvége a Spiritbe. Lehet nyerni bármennyit, csak nem tudom, reméljük, hogy a hotel elbírja majd ezt a sok vendéget. Azért a wellness, mert ugye a 3 lábon áll a mi életmódváltó programunk, az egyik a táplálkozás, amit kiegészítünk a tápkiegekkel, azért, hogy mindenünk meglegyen, vitaminok, minden, meg bűnözés esténként, és mégse legyen az, hogy túl sok kalóriát viszünk be. És a másik láb az a mozgás, és a harmadik láb a well-being, az a jól lét, mentális, lelki jól lét, és ebbe a wellness is beletartozik, és az alvás is, mert hogyha kialszod magad, és jól vagy mentálisan, akkor nem leszel mondjuk stresszevő. A stresszevő a Karcséknál, Fogyunk Együtt Egymásért Egyesületben hallottam azt, hogy ők, náluk van egy ilyen kényszerevő addikció, és azt próbálják együtt leküzdeni. És azt így együtt sokkal könnyebb, úgyhogy érdemes csatlakozni ilyen csapatokhoz, akik így együtt mozognak. És most Tuna Section voltunk, elmentünk oda, legközelebb nem tudom, hol lesz ilyen szuper tábor, de nagyon jól éreztük magunkat. Petivel voltunk, és a nap végén megállítottuk, hogy olyan természetes és jó közeg volt, és olyan szeretettel fogadtak minket, hogy megyünk máskor is, nagyon szívesen. Szuper. Na, és én táncoltam ott a Jennyvel. Komolyan. Aha, majd föltettem TikTokra. És az utolsó, amit megmutatunk,
az nagyon fontos dolog, mert ez most én már látom a webáruházban, hogy nagyon felkapott lett. Ugyanis a spirulinában az a alga és a zöldbúzafű nagyon-nagyon nem lehet olyat találni, aminek jó az íze. Általában ilyen mocsár íze meg szaga van, mert hogy az alga az eleve ilyen mocsár szagú valami. És akkor megint mondom azt az ízszakértőt, az érzékszerű szakértőt, egy hatalmas siker neki az, hogy ő össze tud rakni egy olyan spirulinát, egy superfoodot, amiről ugye a spirulináról rengeteg minden nagyon pozitív dolgot lehet tudni, hogy ez egy szuper élelmiszer, élelmiszer étrendkiegészítő, hogy olyan ízt rakott össze, amit nem kell össze, befognod az orrod hozzá, és becsuklod a szemed, és jó az íze. Bizony. Alma körte ízzel, és megfelelő összetevőkkel sikerült elérni azt, hogy ez nem büdi. És na, nagyon jó íze van, alma körte, így van. Van-e még mivel megkevernünk? Hát... Én ebből minden nap iszok reggel meg este. Igen, azt mondja és a tegnap este, bocsánat, tegnap este ott maradt az ágyam mellett, reggel felébredtem, és gondolkodtam, hogy, nem, hogy gondolkodtam, hogy mi az, ami nem jó. És akkor gyorsan megittem, és akkor mondta a kollégám, hogy ugye nem itted meg még, ami az ágy mellett volt, és nem volt hűtőben, amit mondom, de hogy nem, de hogy megértsük ezt a jó dolgot. És akkor a reggel nem kellett újat kevernem. Na, mivel keverjük? Hát itt, van egy pohár. Itt egy mixer. Jó lesz abban. Hmm. Ennek olyan érdekes színe van egyébként, ilyen szép zöld. Hát a spirulina az zöld. Ja, olyan az... finom. Melyik ebele? Egy teljes kanál. Több mint egy kanálra. És 3 deci víz. De először tegyük a vizet. A zöld alga, ugye én szerintem az van a sushikon is. Nem? Nem tudom, én nem szeretem a sushit, te szereted. Nem szereted a sushit? Nem már. De most a sushin... sincs olyan túl jó szaga íze, de ott nem érezni. De viszont ez a spirulina, meg a zöldbuzafű, az önmagában nagyon rossz ízű lenne. De mi most megkóstoljuk úgy, hogy jó ízű lesz. Bizony. De ha csak az a nyelveteket bele, akkor is nagyon finom. Hogy én már annyit iszom, hogy én nem fogom azt mondani, hogy hű, de jó ízű, mert tudom, hogy jó ízű, és nem akarok megjátszani semmit, mert akkor Mónika, te is már ismered? Abszolút, tehát én is iszom. Azt mondja a szakértő, hogy ha valaki nem akar mondjuk multivitamint szedni, akkor igya ezt az italt, mert hogy ez az. Tehát ez egy olyan koncentrált vitamin készítmény és ásványanyag készítmény, hogy ez így fel... Hát, hogyha valaki beüti a Google-ba a spirulinát, akkor rengeteg mindent talál róla. Tessék, itt van egy pohár. Superfood. Superfood. Na. Én már sok embernek mutattam, valakinek még a színe se tetszik, pedig nagyon ez aztán szép. Nézd a színét! Isten. Hagyja, megmutatom közelről. Figyeld. Mindenkinek megmutatom. Hát, Monika, egy hát jó spirulinára meghívlak. Na, köszönöm szépen. Nagyon, nagyon frissítő, olyan, mintha gyümölcslevet innátok, valami almás körtéslevet. Olyan, egy az egybe. Én nagyon szeretem. Tényleg, nagyon frissítő. Ezt így hidegen kell, ugye? Egyébként a pudingot én ajánlják hidegen is, de én van, hogy melegen eszem. És nagyon finom melegen is, tényleg. Én meg úgy vagyok ezzel, hogyha kihagyom, akkor valami hiányérzetem van. Ez volt reggel is, hogy felébredtem. Szinte már nem tudok élni ez nélkül, úgyhogy fogok vinni az utazásaimra, és a repülőn így kiszórom. Mindeztek legyen nektek is jó. Igazából direkt nem professzionálisra vettük az előadásunkat, mert nem is tudnánk olyat. Ugyanis mi amatőrök vagyunk, de lelkes amatőrök. Úgyhogy ez lett volna a mai ilyen kóstogatásunk, meg ti is kóstogattatok bennünket, hogy együtt vagyunk-e, vagy nem vagyunk együtt. Még nem tudjuk, hogy... mit nem tudunk még? Semmit nem tudunk majd semmit. A jövő eldönt mindent. Olasz temperamentum az megvan mind a kettőnkben, úgyhogy lelkileg passzolunk. Tényleg a külföldi rendeléseket, Zoli, azt nagyon sokan szokták kérdezni, hogy külföldre mikor lehet majd rendelni. Az van, hogy külföldre az életrend kiegészítőket minden országban külön kell bevizsgálni, és már egyes országokban ez már folyamatban ez a dolog. Ugye nyilván Magyarországon ez megvan, már Romániában, Horvátországban itt a bevizsgálás alatt van.
ezekben az országokban majd kapható lesz, de el kell jutnunk odáig. Hát ez így megy, ez lépésről lépésre, step by step. De nagy az érdeklődés egyébként, Németországból is, és mindenhonnan. És nagyon sok magyar ember, aki külföldön él, szeretné, és nekik azt üzenem, hogy egy kis türelmet kérek, be patient, ezt így mondod? Úgy. Jó, ezt szoktam mondani. Ezt. Nekem mindig. Jó. A művelt japán. De amióta iszom, azóta nem kell. Na, nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg figyelmet. Köszönjük szépen, hogy voltatok. És mi a mottónk, tudod? Nem a küszködés az egyetlen út. Ez olyan szép. Így van. Tehát azért vannak nekünk ezek a kis bűnöző dolgaink, hogy van, este nasizunk. A másik meg, hogy a lelki jólét és ezek a közösségeink, a Facebook közösségünk, a karcséknek a Fogyunk Egymásért közössége azért van, hogy ne szenvedéssel kelljen végigküzdeni az utat, mert akkor visszahízás lesz utána, hanem aki megcsinálja a teljes életmódváltást és tudja tartani, és jól érzi magát a fogyás közben is, az utána is jól lesz. És várjál, és nem mondtam még, hogy van szakértőnk, nem is egy, hanem több, mert valaki azt mondta, hogy én nem vagyok szakértő. Én abban vagyok szakértő, hogy rengeteg szakértővel dolgozom. Tehát mondtam az ízszakértőt, ugye ő az ízért volt felelős, de nagyon sok szakértő részt vesz ebbe. Csak hogy említsem az egyiket, a Mátét, aki tök mindegy, hogy attól függ, azon kívül, hogy 3 diplomája van is, biológus, és 20 éve csinálja ezt az étrendkiegészítő szakmát, azon kívül nagyon jó barátom is, és eljött velem Svájcba, amikor elmentem egy ilyen élethosszabbító kezelésre, és ott is azért jött velem, hogy tanulmányozzuk azt, hogy a well-being, a mentális jólét, az életmódváltás, és hogy hogy a svájciak szerint ez hogyan kell csinálni, és hogy ők milyen táplálkozást javasolnak. Ott kaptunk mintaétrendet, táplálékkiegészítőket, és ezt mind beépítettük a saját programunkba. Tehát azt is mondhatom, hogy akkor itt svájci szakértőkkel is dolgoztunk együtt. Magyarul nem én vagyok a fő szakértő, én csak aki összetartom a csapatot, meg hát összebarátkoztam Mónikával, akkor igazából ez lett volna ma esti szeánszunk. Köszönjük szépen rengeteg figyelmet, szerintem egy olyan 30 000-en voltunk így összességében. Majd megnézzük. Jó éjszakát nektek! Köszönjük szépen az időtöket, hogy ránk szántátok. És találkozunk remélhetőleg. Találkozunk nem sokára. És mostanában majd többször. Elég is gyakran. Többször.